Na, hello mindenkinek! Ez egy ilyen teljesen új próbálkozás lesz részemről. Gondoltam, elviszlek titeket sétálni magammal, amit csinálok a mindennap fogyókúra céljából. És próbálom egyenesen tartani ezt a vackot és nem rángatni. Feltételezem, hogy minőségre körülbelül olyan lehet, mint amikor a kézikamerás horror filmbe menekül a félsötétbe a csávó az erdőbe. De igyekszem egyenesen tartani. Plusz, amikor beszélek a kukaccal, úgyis mindig panaszkodik, hogy jönnek a sárkányok. Úgyhogy legalább meghallgatom én is, hogy milyen remek hangja van, amikor elhúz egy-egy autó. És amúgy itt erre nem nagyon szoktak járni. Most, hogy csinálnák egy ilyen felvételt, nyilván mindenki beült az autóba és elindult ebbe az irányba, hogy ha! Megöljük a hangfelvételt. Amúgy most próbálok ilyet csinálni először, tehát teljességgel lehetséges, hogy ezt most jól fölveszem, nyomatom a hülyeséget, jól elmondom, amit akarok. Aztán hazaérek, megnézem a felvételt és kiderül, hogy kuka az egész, semmire nem jó. Gyakorlatilag basszhatom az egészet. Ez mind abszolút benne van a pakliba. Na, miért csinálom ezt az egész hülyeséget? Hát közelítsük meg onnan, hogy le kéne fogyni. Folytassuk onnan, hogy azért készül ez a videó, mert elértem egy eredményt, ami, ha egyféleképpen mondom el, akkor mindenki azt mondja, hogy áldagadt állat, minek csinál róla a videó. Hát a lényeg, hogy 132 kiló vagyok most így ma reggel a reggeli mérlegelésnél. Erre mindenki mondta, hogy áldagadt állat, 132 kiló, köcsög. Igen ám, de a videó meg azért készül, mert ez azért achievement, mert az azt jelenti jelenleg, hogy 10 kilót leadtam. Tehát 142 voltam, és most vagyok 132, ami szerintem egy szép kerekszám, és érdemes róla megemlékezni, hogy hát azért, ha nem is könnyedén, de haladgat a történet, szép ügyesen, mint ahogy Mala baktat itt a réten. Réten mondjuk nem, mert ez beton, de mindegy. Szóval ennek az apropóján gondoltam, hogy emesélem nagyjából eddig mi történt, mik a tervek, meg ilyesmi. Illetve, hogy csak egy kicsit szígyem az öröngét, mert az Isten megbassza a kurva életet. Én nem szoktam használni otthon a hűtőn. Hát mondjuk az elmúlt 2 évben nem használtam. Esküszöm majdnem. De működött. Tegnap kitaláltam, hogy veszek jégkrémet, mert gedva meleg van, mint ahogy most is el lehet olvadni. És ebéd után megettem a felét. És gondoltam, hogy milyen jó lesz. A másik felét bevágom a mélyhűtőbe, azt majd megeszem később. Na. Eljövendett az est, avagy a délután 6, és gondoltam, hogy akkor streamezés előtt meg kéne valamit enni, vacsorázzunk meg, és akkor jutott eszembe az az ötlet, hogy nagyon jó, akkor ma nem vacsora lesz, hanem megeszem a jégkrém második felét. Hát milyen kurva jó lesz. 31 fok a szobába, valamint egy király jégkrémet zabál vacsorára. Trüsszögni fogok, bocsi. Jaj. A kurva életbe. Na, egy kis Covid. Ahol jönnek a kutyák, hogy ne hallják. Fontos. Mondta, hogy wow. Sztárt csináltam a kutyából. Na. Szóval, mint a királyok jégkrémet fog enni vacsorára mala, oda mentem a hűtőhöz,
már gyanús volt, hogy van alatta egy pocsolya. Ne is ugass bele, persze, nehogy el tudjam mondani. Szóval, hogy van alatta egy pocsolya. Nagyszerű. Kiderült, hogy nem hűt a hűtő, elolvad benne minden, ami elolvadhat. A jégkrém az természetesen full kuka úgy, ahogy van. Úgyhogy érzetet is köszönöm az RNG-nek, hogy 2 év alatt egyszer használtam volna a hűtőt, és akkor kellett tönkre mennie, hát nyilván. Gyors, kifújom az orromat, mert muszáj. Ja. Na. Szóval. Ez most abszolút nem ide tartozott, csak tegnap történt, és még frissen gyűlölöm a világot. Az RNG-vel együtt. Jaj. Na, most fog szembe jönni az első emberi lény, úgyhogy hülyét csinálok magamból, mint aki kezébe tart egy telefont és beszél baromságot. Bár mondjuk, ilyet szoktak az emberek, úgyhogy végeredményben nem gond. Na. Szóval, hogy fogyok kúra. Na most én ezt gyakorlatilag idén kezdtem el. Hogyha azt mondjuk, hogy 6 hónap alatt történt, jó, megint ki kell fújni az orromat. Bocsánat, ez egy ilyen felkészületlen vlog lesz. Na, itt meg építkeznek, nem tudom mennyire hallatszik bele a légkalapács, de biztos jó. Szóval, idén kezdtem el ezt az egész projektet abból az apropóból, hogy volt ugye egy infarktusom, 2-szer elvitt a rohammentő, meg ilyenek, és mindenhol megjegyezték, hogy, illetve kérdezték, hogy iszik? Nem. Dohányzik. Há, az se. Akkor dagadt. Meg fog dögleni. Tehát, hogy én nagyjából ez a diagnózis, hogy a kövér köcsögök megdöglenek. Úgyhogy próbálnák lefogyni. Hát ez januárban indult úgy, hogy gyakorlatilag olyan egy naponta mondjuk tudtam menni egy olyan 2-3 ezer lépést, amit egyébként nem is minden nap csináltam, csak úgy, mit tudom én, hetente párszor. És már az is borzalmasan rossz volt, mert kurva Isten megbassza az összes nyomorult autót, hogy egyfolytában erre járnak, látjátok? Szóval, már megint orrot kell fújni. Én ilyen orrfújós vagyok, általában egy doboz papír zsebkendőt elhasználok egy ilyen. Ja. Sejt alkalmával legalább. Van, hogy haza kell menni után tölteni a cuccot. Na, belelagott az ujjam, mi? Hát mindegy. Mondtam, hogy profi vagyok kamerakezelésbe. Gerle utca, olyan jó nevek vannak errefele. Nyúl, gerle, ősz, borz, kecske. Itt, ami már nem jutott eszükbe semmi, milyen állatok vannak, jaucsi. Hát mondjuk gerle. Hú. Na mindegy, szóval olyan 2-3 ezer lépéssel kezdtük el naponta a történetet. És akkor az volt a járműnek a maximális elérhető hatótávja. És szépen hosszú-hosszú napok, hónapok
alatt sikerült mindezt feltornászni, mondjuk a mostani szintig, ahol azt tudom mondani, hogy minden nap, minden egyes tetves nap, ha esik, ha hideg van, ha meleg van, ha hőségriadó van, akkor is megvan a napi 10 000 lépés. Tegnap mondjuk 13 600 vagy mennyi volt, tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy fixen 10 000, hanem ezt úgy képzeljétek el, hogy az a minimum limit, aminek meg kell lennie. Akármi van, annak meg kell lennie, és nyilván minél több, annál jobb. Ez egyébként egy ilyen naponta, hát mondjuk 2 órát elkúrok rá, ami maga az aktív gyaloglás. Utána a haldoklás rész az még több. Ezt általában olyan, hát mostanában 3 részletbe tolom le. Ilyenkor reggel, amikor nem mennek az autók, és tudok beszélni. Választottam volna egy olyan útvonat, ahol nincs ennyi autó, mi? Az Isten, hát olyan málas, mint a belváros. A busz is hiányzott. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyire lesz az élvezhető, amit fölvettem. Lehet, hogy sem ennyire. Hát mindegy, állítólag csinálnak az emberek ilyen motovlogot, meg dolgokat. Abba is biztos zarag a többi autó. Majd mindegy, kiderül. A legrosszabb esetben annyian nézitek meg, ahányan egy átlagos videómat szoktátok, tehát senki. És a senkit meg nyilván nem fogja zavarni, hogy zoomnak az autók, úgyhogy problém szolved. És ha csinálok még ilyet, akkor ígérem, hogy más útvonalon megyünk, ahol nem ennyire katasztrofális a vizé, hanem majd szépen bemegyünk a kertek zugában az én kis utcácskákra. És akkor majd úgy. Mondjuk ennyi eszem lehetett volna elsőre is, de hát nem volt. Úgyhogy ez van. Na mindegy. Na, szóval napi 10 000 lépés legalább legyen meg, inkább sokkal több. És most tartunk 10 kilónál, ami szerintem egy tökéletesen szép eredmény. Nyilván, ami a másik részét jelent, hogy még mindig 132, tehát még nem kevés van ugye hátra. Ez azt jelenti, hogy mondjuk, ha le akarnák menni mondjuk 90-re, amire még mindig azt mondhatnák, hogy kövér, az ugye 42 kiló még hátra van, ami eszméletlenül borzasztóan sok. Most fognak elbaszni, szerintem. Á, megvárom. Na. Még csak el se basztak. Na, azt mondja, hogy tovább, még hátra van legalább 42, ami borzalmasan soknak tűnik, és az is. És hát például a Gergő mond ilyen hülyeségeket, hogy érzed már, hogy jobb, hát leadtál 10 kilót, minden könnyebb, energikusabb, laufasz, sokkal szarabb, szédülök, meghalok, bajom van, nem. Ez biztos, hogy nem befolyásolja, hogy hogy érzed magad, hogy hány kiló vagy, maximum negatív irányba, mert nem a székbe dög lesz, hanem kint szopsz a 40 fokba. És úgy nyilvánvalóan sokkal szarabb, mint hogyha bent döglenél a
31 fokba a gép előtt, ugye. Úgyhogy nem. Semmi ilyesmi nincsen, hogy jobban érzed magad, mert leadtál 10 kilót. Én legalábbis biztosan nem érzem. Azt viszont igen, hogy most is szúr a szívem már vagy 10 perce, ami tök jó. De minden nem panaszkodó vlog, úgyhogy ezt abba hagyom. Hú, most lesz egy ilyen nagyon jó rész, ahol csak picit süt a nap. És azt hinnétek, hogy miért nem mész korán? Hát korán van. Tehát gyakorlatilag egy 8 óra magassága a történet. Jó, lehet, hogy már van 8:30 is, mit tudom én, de ilyenkor el szoktam indulni viszonylag korán, hogy ne legyen még olyan meleg. Csak ezen nem túl sokat segít, amikor arra ébredsz fel 6:45-kor, hogy meggyulladtál a szobába, mert 31 fok van. Úgyhogy nem nagyon tudok olyan korán elindulni, hogy ez ne legyen ilyen borzasztó. Na mindegy, igazából nem húzom tovább az időt. Ennyit szerettem volna megosztani a nagy érdemű publikummal, hogy ez a szép kerek 10-es szám, ez megtörtént, leadtunk 10 kilót, jelenleg itt tart a projekt. Igazániból a sétáláson kívül mást nem igazán csinálok, ami nagy extra lenne. És egyelőre működik a dolog. Fogok még jelentkezni, hogyha van fejlemény, vagy valami. Hogy halad valamerre a történet, hogy visszaszedtem, most már 150 vagyok, vagy valami, akkor arról nyilván megemlékezünk még. Úgyhogy itt zárnám a soraimat, és baktatok tovább innentől csendbe, mert a pofám is kiszáradt a picsába. Még a kezem is leszáradt itt tartani a telefont. És nagyon kíváncsi leszek, hogyha hazaérek, akkor ennek az egésznek a minősége vajon megüti ezt a mércét, hogy élvezhető vagy nem. Gondolkoztam rajta sokat, hogy hogy lehetne megoldani egyelőre. Így sikerült, hogy kézbe tartom, amennyire tudom. Hát, hogyha legközelebbre mire csinálnak ilyet, már okosabb leszek, hogy hogy kell az ilyen tuti sétálós vlogot csinálni. Na, legyetek jók, ha tudtok, Mala voltam. Sziasztok!